Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus minden amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy érgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultam ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvérek! A két imádságról maga az Úr Jézus mond véleményt. A vámos megigazultan ment haza, a farizeus nem. Pedig ha tárgyilagosan vizsgáljuk a két imádságot, azt kell mondanunk, hogy mindketten igazat mondtak. A farizeus akár a szomszédjaival is, vagy másokkal is, más tanúkkal is igazolhatta, hogy ő hűséges a feleségéhez, tisztességes a mindennapi életben, és adakozó. Mint ahogyan a vámosnak sem kellett volna bizonyítania, mert hiszen mindenki úgy tudta róla, hogy ő bűnös ember. Már a foglalkozása szerint is, meg talán még az életvitelében is abban is megegyezik a két imádság, hogy valójában egyikük sem Istenről beszél, hanem saját magáról. Már pedig az imádság hódolat Isten előtt és az ő dicsőítése. Igaz, mégis Istenhoz, Istenhez szólnak, az egyik a hála szavával, a másik a bocsánatáért esdekelve. És mégis ég és föld a két imádság között. Miben különböznek? Erről a két imádkozó testbeszéde is val egyértelműen. A farizeus megáll Isten előtt, semmi hódolat nem mutatkozik a viselkedésében, mint ahogyan a szavaiban sem. Isten elé áll, hogy megmutassa, milyen derék faragott belőle Isten a maga sok ajándékával. Ő aztán nem pazarolta el a gondviselő Isten ajándékait, teljesíti a parancsokat, sőt, még túl teljesíti is. A vámos nem mer előre jönni, hiszen maga a léte is botrány. Mellétverve verve kér bocsánatot. Azt már megtapasztalta, hogy embereknél nincs számára bocsánat. De Isten irgalmas, és a bűnösnek nem a halálát akarja, hanem a megtérését. Úgy tűnik a viselkedésükből, mintha fölcserélték volna a foglalkozásukat. Ha fölrezeus lenne a pénzember, és önmagát kínálgatná Istennek, mert vele aztán jó vásár csinálna az Úr. Ő igazán kamatoztatja a neki juttatott kegyelmeket, a törvény szerint él, sőt még adakozik is. Jó példát mutat mindenkinek, rá igazán büszke lehet Isten." A vámos pedig úgy áll ott, mint aki jól ismeri az írásokat, az Isten üzenetét és a próféták szavait. Ezekiel szavainak szellemében veri a mellét és szól Istenhez, akinek üzenete biztatása számára. Életemre mondom, én az Úr Isten nem akarom az istentelen halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Meghajtott feje és melverése mutatja belső remegését és esdeklését. Szinte halljuk az Úr Jézus kérdését. Lehet valaki Isten előtt tökéletes? Egyedül Isten a jó. Ti pedig, miután megtettetek mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami a kötelességünk vonjuk le a következtetést. A nagybőjt nem a megelégedettség, hanem éppen az önmagunkkal való elégedetlenség ideje. Amen.